A COVID-19 betegség súlyos következményei fiatalokat is érinthetnek. A 28 éves Guillermo Gruska márciusban fertőződött meg az egész világot szigorú korlátozásokra késztető új típusú koronavírussal. A fertőzés ráment a tüdejére, betegségéből még csak most kezd felépülni. Arra sem volt erőm, hogy felkeljek. A testem úgy fájt, mintha összevertek volna. A nyakam és a hónaljam hónapokig meg volt duzzadva. Ha egy fiatalt 3-4 hónapra ágyhoz köt a betegség, képzeljék el, mit tesz egy idősebb emberrel, az apjukkal vagy a nagyapjukkal. Ezért kell nagyon óvatosnak lenni, mondta Guillermo Gruska. Alig 3 hónappal a rendkívüli állapot feloldása után ismét emelkedni kezdett a fertőzések száma Spanyolországban. A korlátozások enyhítése és a távolságtartási szabályok lazulása óta főleg a fiatalok körében regisztrálják az új eseteket. A közösségi médiában fiatalok tömegeit bemutató felvételek láttán Guillermo valósággal elborzadt. Ezt el sem hiszem, ezt csak direkt csinálhatják, nem hiszem, hogy ez nem szándékos, ez tiszta őrület. Talán sérthetetlennek érzik magukat. Látják a statisztikákat, és azt gondolják, hogy őket ez nem érinti, vagy nem olyan súlyosan, mint az én esetemben. De ez nem a sérthetetlenségről szól, ez azt mutatja, hogy mennyire nem törődnek másokkal, mondta Guillermo. A figyelemfelkeltő kampányok ellenére az új koronavírusos fertőzöttek átlagéletkora 35 év alatt van Spanyolországban. 5 esetből 4-nél ráadásul azt sem lehet visszakövetni, hogy hol fertőződtek meg. Szakemberek ezért arra kérik a fiatalokat, akkor is vonuljanak karanténba, ha nem tapasztalnak tüneteket magukon. Minden fertőzöttnek azt javasoljuk, hogy különítse el magát 15 napra akkor is, ha nincsenek tünetei, de sokan mégsem teszik. Azt mondják, minek, amikor nem is éreznek semmit. A vírus most nyilvános helyszíneken és magánrendezvényeken is terjed. Simán hazaviheted a vírust, és átadhatod a szüleidnek vagy a nagyszüleidnek. Aztán ők belehalnak. Hogyan fogsz tudni ezzel együtt élni? Kérdezte egy madridi kórház intenzív osztályának vezetője. Spanyolországban csaknem 50 ezer új koronavírusos esetet regisztráltak az elmúlt 15 napban, kórházban 800 ember került. A kórházak most újra elkezdték feltölteni készleteiket, a helyi kormányzatok pedig újabb korlátozásokat vezetnek be. Baszkföldön és Extremadurában már a járvány második hullámára készülnek. Spanyolországban még élénken élnek a koronavírus járvány legfájóbb emlékei. A cél most is ugyanaz, lassítani a fertőzés terjedését, mielőtt az egészségügyi rendszer ismét összeomlik, mondta az Euronews tudósítója.